Sziasztok! Én a Dors vagyok a technika egy nyitottban műveitől, és Farkas Anikat a barátommal jöttünk át. Elmeséljük, hogy mi ez, hogy jött létre, és kinek szól. Ez egy olyan co-working hely, ahol hasonló irodákhoz közösen lehet közös infrastruktúrát használva, egy térben dolgozva, önálló projektben dolgozni. És a közgazdasági politikumhoz szerintem közösen. A Hellogood az egy építési oda, illetve főként oktatás szervezéssel foglalkozunk, a közgazdasági politikum pedig egy alternatív gimnázium. 17-ban nyitottunk, október elején 2015-ben, és ez a 9. kerületben van a Lennon utcában, nagyon közel a régi Tűzraktérhez. A célközönségünk az vegyes, eszméletlen jól volt összerakva ez a mai előadásomat, mert azt érzem, hogy tényleg sok minden elhangzott, és szinte minden előadáshoz tudunk valahogy kapcsolódni. Mi azt kommunikáljuk, hogy bárhogy barkácsolni, ugyanakkor minden egyes sok során kérdezik, hogy ez sokkal nehezebb, mint ahogy gondolnánk. Tényleg több fiatalkozóségünk van, egész szeretnénk, hogyha ez egy olyan tér lenne, ahol pályakezdők tudnának dolgozni azért, mert vannak már még, de nem tudnak fenntartani néven állóan egy munkáját. Szeretnénk, hogyha faipari oktatásban részvevők, illetve akár falutervező építészet eljönnének modellező magunk közül, hogy tudjuk sokat csinálni. Illetve nagyon örülünk annak, hogyha hobbi barkácsolók jönnek, most egyelőre az elmúlt 6 hónap tapasztalata alapján úgy tűnik, hogy ők nem tudják kívánni, hogy használják a helyet. Ezek jellemzően belvárosi, humán értelmiségi, leginkább középvezető pozícióba levő emberek, akik szeretnék valahogy kiegészíteni a számítógépes életformáját, akik szeretnének valami dolgot tanulni, ez nagyon csak nyilván, hogy a régiaknak ez nem egy szükséglet, hanem egy újfajta szórakozás. Végül pedig a gyerekek, azok nem kifejezetten célcsoportunk, nem csak amiatt, mert a kodiba vagyunk, hanem azért is, mert 10 évnyi tapasztalatunk van gyerekekkel, és azt látjuk, hogy nagyon sok minden lehet közösen csinálni. Hetente tervezünk workshopokat, vannak bevezető órák, vannak tematikus kurzusok, vannak tanulítós dolgok, próbálunk kérni arra, hogy minél értelmesebben hasznosítsunk fel újra találkárjukat, illetve lehet tenni saját útrokkal is, és megmutatjuk, hogy nem dolgozni. A működésünk tényleg egyszerű, olyan, mint egy fitness terem, van egy nyitva tartás, vannak napi egyek, bérletek, próbáljuk az árat nagyon megfizethető szintre tartani, vagy mégsem legyen ez egy luxus szórakozás. Ennek is vannak egyébként diákok, a csoportunk kedvezmények, ami minket kicsit meglepett, nagyon örülök, hogy egy csapatépítés is egy piaci szegmens, amire gondolhatunk, és van rá érdeklődés, illetve mondtam az előbb, hogy ugye ezt akkor csinálunk. A szeretett volna elmondani azt is, hogy nem egy kollaborációt lehet csinálni egy faipari műhelyel. Valószínűleg ez az is fontos, mert egyébként mindig 11-en dolgozunk, és nagyon sokféle habitusú, ízlésű, érdeklődésű ember csoportja ez. Az egyik közös az nyilván a dizájn, az építészet, a másik pedig a gasztronómia, valamiért nagyon szeretünk főzni, megenni, szervezünk disznóvágást, meg közös főzős eseményeket, de ami izgalmas, hogy a faipari műhelyre is ezt be tudtuk valahogy hozni, és ez csak néhány szerepel, akikkel még dolgoztunk az elmúlt fél évben. Ez a kép az egyik projektet illusztrálja, amikor megnyitottuk a műhelyet októberben, akkor meghívtunk két építészirodát és két gasztropolgárt, a pedalmát keresztve gasztromániát, illetve a közeléges felét, hogy közösen valamit csináljunk annak örömére, hogy megnyitott a műhely, és akkor az volt a feladat, hogy regisztrált kezdő érdeklődőkkel közösen megnyitottunk 3 szerkezetet, amiből valahol lehet enni, miközben a Feri és Anna közön csapatával főzött vacsorát. Még néhány képet szeretnék mutatni, hogy mi a foglalkozó nagyjából, mert mi a programok vannak, és akkor majd utána
Ezt folytattuk ezt a vonattal, ezt rendélyen, az előző képen eltöltetettünk embereket használtuk, csak kicsit elizányoltuk a kollégáinkat is, és az etetőt is, és megjelentettük a részvevőket. Igen, az aktuális workshopokról is szeretnénk egy pár szót szólni, azért, hogy az amúgy is domináns női vonalat erősítsük a műhelyben, felkértük Anna Zaboevát, cipőtervezőt, hogy segítsenek nekünk újra kárpítozni pár iszonyatosan lepukkant állapotban egy széket, amit a résztvevőink újítottak fel. Megerős van, asztalos és együtt szoktunk dolgozni, szerveztünk kutorfelújító workshopot, ennek az a lényeg, hogy résztvevők hozzák a kutorokat, és a lesodálás alapjaiba vezetjük be őket, illetve vannak kutorkészítő workshopjaink, ebben pedig az a nagyon jó, hogy kicsit többet adnak, mint mondjuk egy bevezetés kurzus, megtanulják az alapvető géphasználatot, az eszköz használatot, a résztvevők is egy tök szuper tutorral gazdagodnak, ami egyébként egyedi technika dizájn általában, a mostani szívünk csücske egyébként pedig a közösségi hajó építő workshop, már egy pár évvel is felvezetett bennünk, hogy jó lenne valami Dunához kapcsolódó projektet létrehozni, és most tavasszal megkeresett minket a Budapest Fesztivál, illetve ezzel párhuzamosan az Amatőr Mai Építő Közössége, és ebből a nagyon szerencsés együttállásból született ez a workshop, ahol a résztvevők még 3,5 nap alatt egy saját tervet fognak készíteni. Igen, és szeretnék egy pár szót szólni hosszú távú célokról is, ugye azért még valamit fejlesztünk az infrastruktúrán, folyamatosan fejlesztjük a gépparkot, szeretnék a különböző tájszakmány felé is nyitni, még több oktatási tevékenységet bevonni, akár többféle workshopot indítani, és a kerületi együttműködést is erősíteni. Köszönjük szépen! Milyen közösség elé indultok?
célsport, aki a közös közönséget most leginkább megérdezik, hogy itt mennyire akarják ezt a befolyásolni? Hát nagyon szeretnék befolyásolni, mert próbáljuk ezt úgy gondolni, hogy ne legyen veszteséges. Plusz programokat, meg óradíjakat, meg használatot.